Sziasztok! Megérkezett a Kurzweil Artis, ami egy színpadi szintetizátor. Mi az a színpadi szintetizátor? Egy önálló kategória lett. Korábban a zenészek workstationöket használtak a színpadon. Ez azért nem bizonyult jó ötletnek, mert csomó olyan dolgot tud egy workstation, amire színpadon nincs szükség. Tehát nem állunk neki a sequencert használni, nem kezdünk el nulláról elkezdeni hangszín gyártani. A színpadon azonnal reagálnia kell a hangszernek, ugyanúgy, ahogy a zenésznek, tehát ki kell választani tudni egyből a hangszínt, abba bele kell tudni avatkozni, hangerőarányokba, effektarányokba. Fontos, hogy legyen jó egy hangszernek a mechanikája, fontos, hogy könnyű legyen kezelni, a dedikált kontrollerek dedikált funkciókat lássanak el, tehát hogy tudjam, hogy ha oda nyúlok ahhoz a kontrollerhez, akkor az mit fog tenni velem, illetve a szintetizátorral. A színpadi szintetizátorok alapvetően hangszín kategóriákat tartalmaznak, tehát dedikált gombok vannak arra, hogy kiválasztom a zongora kategóriát, az elektromos zongorát, az orgonát, a szinti hangszíneket, vagy a vonósokat, vagy a basszusokat. Általában a piacon kapható ilyen stage pianók 3-4 variációt tartalmaznak egy-két ilyen hangszínből. Az Artis ezen túlmutat. Nagyon jó minták vannak benne, nagyon részletes hangszínek vannak benne, minden kategóriából a legjobb Kurzweil hangszíneket kapta meg. Ráadásul még kapott egy nagyon részletes német nagy zongora mintát, amit be is fogok nektek mutatni. Ebből többféle van, a koncertzongorától egészen a jazz pianóig van benne minden. Vessünk egy pillantást arra, hogy miképpen lehet a kontrollerek segítségével valós időben beavatkozni a hangszínekbe. A Kurzweil Artisnál figyeltek arra, hogy az egyes kontrollerek értelmes paramétereket állítsanak, értelmes és egyébként a hangszínre jellemző paramétereket. Azt, hogy éppen az egyes paraméter mibe avatkozik bele, azt az infogomb megnyomásával tudjuk meg. Látjuk itt, hogy ennél az egyébként dob hangszínnél a modulációs kerék például hanglecsengést állít, az egyes sliderekkel lehet hangolni, illetve az egyes dob hangszíneknek a hangerejét állítani. Mutatom, például a B-vel lehet hangolni. Vagy lehet a két oldalról mikrofonozott pergő két mikrofonjának az arányát állítani. A többi paraméter az ugye az egyes hangszereknek a hangerei, és a teljesége nélkül az utolsó pedig például a zengető mértéke. Más hangszínek esetében, mint például az orgona, ugyanez a 9 tolópotméter az orgona funkcióit veszi fel, tehát állíthatom a regisztereket, a fölötte levő gombokkal, amik egyébként dedikáltan feliratozva is vannak az orgona funkciókra, be és kikapcsolhatom például mondjuk a mechanikus zajt, illetve a perkusszív hangot, a kórust, a vibrátot tudom innen vezérelni, illetve a mod wheel az mindig a torzítást adja hozzá, és külön gomb van a rotary, tehát a Leslie-nek a kezelésére, az elindítására és annak a megállítására. Újdonság még, hogy dedikált hangszínszabályzóink vannak, ez ugye az effektlánc végén helyezkedik el, az egész hangszer hangjára hat, van magas, mély és középállítási lehetőség, ezeket könnyen ki és be lehet kapcsolni. Középen a potméterek kattannak, tehát nagyon pontosan be lehet állítani, hogy éppen mit szeretnénk, megmutatom a hangját. A
Kijelző alatt található 10 kedvenc gombbal tudom elmenteni és később előhívni a kedvenc hangszíneimet. Ide kerülhet program és multi egyaránt. Az elmentés az nagyon egyszerű, kiválasztom a megfelelő hangszínt, 2 másodpercig nyomva tartom a gombot, ahova szeretném tárolni, és ez megtörténik. És az előhívás pedig szintén csak egy gombnyomás. Fontos tudni, hogy a Kurzweil az egyetlen olyan szintetizátor a piacon, ez a Kurzweil szintetizátorok, ami képes a letartott hangot megőrizni, és ezután, hogyha váltok egy másik hangszínre, nem fogja elvágni, nem hallgat el a szintetizátor, nem recseg, nem ropog, erre más típusok maximum úgy képesek, hogy egy hangszín váltásig, a Kurzweil pedig bírja, amíg a polifóniája tart, ezt megmutatom. Kurzweil Artis esetében a split és layer funkciók dedikált gombokkal életre kelthetők, ez azt jelenti, a split az, amikor felosztom a billentyűzetet, a layer pedig az, amikor hangszíneket rakok egymásra. Megnyomom a kijelző alatti layer gombot, ilyenkor a hangszer felajánl egy vonós hangszínt, például mondjuk a zongora mellé, vagy hogyha a split gombot nyomom meg, akkor ő felajánl egy basszus hangszínt balkézre. Fontos tudni, hogy ilyenkor a hangszer átmegy multimódba. Az első két tolópotméter ilyenkor a két hangszín arányát változtatja, valamint mivel a hangszer ilyenkor már multimódban van, ami azt jelenti, hogy 4 hangszínt tudunk egymás mellett használni, a tolópotméterek fölötti gombokkal ki- és bekapcsolgathatom az egyes zónákat. És megmutatok 2 példát arra, hogy miképpen viselkedik ilyenkor a hangszer. Először egy zongorát és egy padot fogok egymás mellé rakni, utána pedig split gomb megnyomásával egy basszus és egy zongorát. Nézzük meg még végül a hátlapot. USB csatlakozó található rajta számítógépes csatlakoztatáshoz, illetve találunk ott egy tablet feliratot is, feltehetően fognak valami alkalmazást ehhez majd még fejleszteni. Mellette ide pendrive-ot dughatunk, amivel elmenthetünk preseteket, illetve visszatölthetünk a hangszerbe. Bal és jobb oldali audio kimenet. Van egy audio bemenete, külső eszközt tudunk rá csatlakoztatni. Van 2 darab kapcsolópedál, egy folyamatos pedál, MIDI, ki- és bemenet. Ebben a videóban elsősorban azt próbáltuk meg bemutatni, hogy miképpen működik a Kurzweil Artis, hogy ott mennyire könnyű kezelni, illetve hogy miképpen épül ő fel. Teljes körülön azonban nem tudjuk bemutatni, hiszen nem tudom átadni azt egy videón keresztül, hogy milyen ennek a mechanikája, illetve hogy milyen jók a hangjai. Vadonatúj hangszínek vannak benne, nagyon sok vadonatúj, ami korábban Kurzweil szintetizátorban még nem volt. És ami meglepő, hogy simán felveszi a versenyt a nálánál sokkal drágább színpadi szintetizátorokkal, tehát köszönhetően ugye a német nagy zongora hangszínnek, az egyből elérhető, hihetetlen jó minőségű szintetizátor hangoknak, ugye megkapta a korábbi Kurzweilekből a KB3 modellezést, benne van a Virtual Analog modellezés, tehát mindent tud, sőt még annál is többet, mint a korábbi Kurzweil szintetizátorok. Mivel nem tudom teljes körülön tényleg bemutatni, hogy milyen élmény játszik az Artison, de nagyon jó élmény rajta játszani, nagyon kedvelem ezt a szintetizátort, ezért mindenkit arra bíztatok, hogy gyertek be hozzánk, próbáljátok ki magatok. Viszontlátásra!